Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a ma esti webináriumon, amely egy kiváló közgyűjteményi webinárium sorozatnak immár 5. epizódja. A ma esti előadásunk címe a Szépművészeti Múzeum új kínálata, tegyük szebbé együtt a virtuális teret. És nagy szeretettel szeretném köszönteni a mai előadóinkat, akik sorrendben Deme Edina, múzeumpedagógia főosztályvezető, Mácsai Krisztina, a főosztályvezető helyettes, valamint Kovács Vera múzeumpedagógus lesznek, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és át is adom nekik a szót. Akkor hagyj üdvözöljek mindenkit, Deme Edinának hívnak, nyugodtan írásba és szóba is, hogyha erre alkalom van, akkor szólítsatok Edinának, és meg is kezdem azzal, hogy sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szépművészeti Múzeum honlapján, és miközben én beszélek, már láthatjátok, hogy számtalan érdekes online tartalmat találtok, hogyha majd lesz rá alkalmatok, és felmentek a Szépművészeti Múzeum honlapjára, most ezt látjátok, hogy csomó tartalom között tudtok szemezgetni. Ez a kis bevezetés, ez egy ilyen nagyon általános és gyors bevezető lesz, mert a kollégáim Krisztina és Vera majd jobban belemennek a részletekbe, úgyhogy mindenki figyelmét felhívom, hogy ha gyorsan átfutnék valamin, akkor nem kell megijedni, mert utána majd Krisztina vagy Vera kolléganő még úgyis részletesebben beszél az egyes lehetőségekről. De bevezetésként nagyon jó, hogyha egy ilyen általános módon megragadjuk, hogy egyáltalán hogy néz ki a honlap, és hogyan érdemes használni. Még egy pár szót arról, hogy egyáltalán hogy jutottunk el odáig, hogy ennyi honlaptartalmunk van. Nyilván úgy hasonlóan a tanárokhoz, hogy hirtelen ránk szakadt a koronavírus, nem a honlaptartalmák, elsősorban nem a honlaptartalmak írásával voltunk elfoglalva. Meg kell mondanom, hogy főosztályvezetőként mindig szerettem volna sokkal több honlaptartalmat készíteni és készítetni a kollégáimmal, de hát amíg nyitva volt a múzeum, és nagy és népszerű kiállításokat tartottunk, akkor tűzoltás folyik nálunk, nincsen igazán időnk erre. Úgyhogy egyrészt ugye eléggé tragikus ez a koronavírus, másrészt meg szakmai szempontból jó, hogy most pár hónap lélegzetvételnyi időhöz jutottunk, és egymás után tudjuk gyártani a tartalmakat. Úgyhogy rögtön mutatom is, hogy hol érdemes kutakodni. Hogyha megnézitek ezt a felső sort, akkor látjátok gyűjtemények, kiállítások, online vezetések, digitális múzeum, múzeum shop, itt ezek a fő címek, és normális körülmények között, hogyha a múzeum nyitva van, akkor itt központi helyen az lenne kiírva, hogy látogatás. És hogyha bementek a látogatás címszó alatt, akkor utána nyilván a gyakorlati ismeretek címszavába tartozó füleket találnátok, de nem írjuk most ki, hogy látogatás, mert hogy a múzeum nem látogatható. Nem látogatható fizikailag, viszont itt a virtuális térben nagyon is, és mindenkit arra invitálunk, hogy nézzen körül, szemezgessen, kutakodjon. A múzeum pedagógia osztály, hogyha rámentek el az online vezetések címszóra, de látjátok, hogy foglalható online vezetéseket kínál. Itt a bal oszlopban fel vannak sorolva a szépség igézetében, ez egy remek művek Itáliából online tárlatvezetési lehetőség, maradandó emlékkő, múzeumtörténeti épületséta, Dürer kora időszaki kiállítás, illetve a Zoomoljunk bele, mint ilyen csoport név az online iskolai foglalkozásokra, ezeket velünk egyeztetve lehet egyeztetni. Mellette a jobb oldali részem, még én visszamegyek ide, látjátok a programnaptárat és a foglalási felületet. Ha a programnaptárba bementek, akkor ott az időpontokkal együtt rá tudtok menni ezekre a jegy formátumú kis virtuális jegyekre, és látjátok, hogy meg lehet venni a jegyet. Tehát ténylegesen látjátok az időpontot,
az, hogy, ez, hogy mi a cím, mi az alcím, a dátum az órával, meg az órával együtt, és a jegyvásárlás kés pirossal kiemelt részét látjátok, és ezt magatoknak akkor meg tudjátok vásárolni. Magatoknak, magatok számára, családotoknak, vagy az osztály számára. Pontosabban ezek előre meghirdetett vezetések, erről majd a többiek beszélnek, tehát a csoport számára zoomoljunk bele, online iskolai foglalkozások az elérhetők, abba kell belemenni, és ott a részleteket megtudjátok. Ez az első három, az előre meghirdetett vezetés elsősorban egyéni látogatók számára. Ha ebbe a szürke háttérre rendelkező kis négyzetbe léptek bele, akkor ez foglalási felület, és hogyha beléptek, akkor látjátok, hogy ezt a formát, formanyomtatván ki kell tölteni, és ennek megfelelően tudtok eligazodni, és mi is ennek megfelelően tudunk eligazodni, hogy pontosan mi érdekel benneteket. Mi egy-két fontos technikai részletet felhívom a figyelmet, hogy ez annyira központi, ez a bal oszlop és a jobb oldali két kis négyzet, hogy a látogatók többsége nem figyel föl erre az alsó sorban lévő kis mondatra, vagy félmondatra, hogy összes online múzeum pedagógiai szolgáltatásunk, erre is érdemes rákattintani, most erre rá is kattintok, mert akkor kijön az a szolgáltatás, múzeumpedagógiai szolgáltatás oldal, szűrők használata segítségével lehet ezen bármit is lefoglalni, amit általában egy nyitott múzeum idején is használunk, de nyilván most csak az online térre, a virtuális térre koncentrálunk. Illetve ami még fontos itt, pedagógusok figyelmét külön felhívom erre, hogy van egy ilyen pedagógusoknak kiemelt rész, és hogyha arra rákattintotok, akkor külön a pedagógusoknak egy szerintünk jó pofa, jól átlátható, bemutatkozó oldalt, aloldalakkal együtt szerkesztettünk nektek, illetve látjátok, hogy többek között felhívjuk a figyelmet, hogy fogadó órát is kínáló pedagógusoknak, azaz előre meghirdetett online fogadó óráink vannak, és hogyha érdekel benneteket egy-egy téma, jobban, részletesebben szeretnétek hallani valamiről, akkor ezeken a fogadó órákon részt tudtok venni, előre tudtok jelentkezni. Ezek természetesen ingyenesek. Visszaléptek egy picit, és még egy gyors bemutatkozó részünkről. Az online vezetések mellett digitális múzeum címszóval láttok egy csomó-csomó címet, útvonaltippek, audiogák, kvízek, játékok, alkos otthon, olvasnió, oktatási segédanyagok, virtuális kiállítások, filmek, videók, és egy még szebb nézetben látjátok itt megint alul ezt az összes tartalmunk részt, erre rákattintok, bármire rá lehet egyébként kattintani, és azt ajánlom, és azt javaslom mindenkinek, hogy nézzen itt körül, szemezgessen, kattingassatok rá, mert egy-egy rész mögött, hogyha rákattintottok, tehát, hogy a rétegek kifeltődnek, akkor nagyon sok, most egyet rákattintok, csak a bemutató kedvéért, látjátok, hogy egy-egy ilyen cím mögött számtalan, a legtöbb esetben igen sok kis-kis egyéni cím tartozik, egyéni játék kvíz lehetőségekkel. Úgyhogy én csak ennyit akartam nektek mondani, nem akarom az általánossággal túlságosan elvenni az időt, mert úgyis valószínű, hogy a részletekben van az ördög, tehát ott érdemes a részletekről jobban beszélni, úgyhogy én vissza is adom a kollégáimnak a szót, illetve átadom a kollégáimnak a szót, és kilépek ebből a részből, és utána itt már jobban tudom látni az esetleges kérdéseket is, és a megosztást elvileg bezártam. Igen. Nem tudom, hogy ki akar utánam következni, Kriszti vagy Vera, de nyugodtan vegyétek el tőlem a szót. Én
megmutatnám, hogy a Krisztának is megfelel az online vezetésekkel, megmutatnám, hogy mik azok az online foglalkozások, amiket, és tárlatvezetések, amiket most nálunk lehet foglalni, és hogy mégis mi az, amit kínálunk, és akkor utána Kriszta pedig a különböző digitális múzeumpedagógiai oktatási segédanyagokat mutatná meg, amiket önállóan is lehet használni, hogyha éppen nem egy iskolai foglalkozás keretében szeretnétek hozzánk jönni, hanem csak szeretnétek a honlapunkon elérhető digitális tartalmakat használni. De akkor először térjünk ki az online foglalkozásokra és vezetésekre. Amit ezekről előjáróban el szeretnék mondani, az az, hogy minden olyan iskolai foglalkozás és vezetés, amit a december 18-ig lefoglaltok nálunk, iskolai csoportok számára azt ingyenesen tartjuk meg. Ez most egy olyan számunkra is nagyon új formátum, amiben gyakorlásra van szükségünk, és arra a segítségre, amit ti tudtok nyújtani. Úgyhogy nagyon megköszönjük, hogyha ellátogatok az Edina által is megmutatott foglalási felületre, és ott kiválasztotok, annak, azzal együtt, hogy ezt tudom, hogy egy nagyon sok szervezést, tudjuk, hogy sok szervezést, sok munkát igényel, és sok bátorságot is, mert hogy ez még egy ismeretlen keret, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogyha tudunk fogadni titeket. Egészen jövő év február végéig ingyenesen tartjuk ezeket az időpontokban, a megbeszélt időpontokban a tárlatvezetéseket és foglalkozásokat, és az időpont, az összes elérhető időpont online van, ezeket meg tudjátok nézni. És akkor, hogy ráncsuk is le a lepret arról, hogy mik ezek az online tárlatvezetések, annak érdekében, hogy számunkra is könnyen kezelhető vezetéseket hozzunk létre, először is olyan tárlatvezetéseket csináltunk, amik nagyon igényesek, viszont egy nagyon egyszerű PPT alapú prezentáción nyugszanak, és a Dürer-kora időszaki kiállításhoz a maradandó, most látom, hogy valaki vár beengedésre, remélem, hogy időközben be tudott lépni, tehát a Dürer-kora időszaki kiállításhoz kapcsolódik egy vezetésünk, a múzeum épületéhez, a múzeum történetéhez és a román csarnokhoz kapcsolódik a Maradandó emlékkő című vezetésünk. Ennek van egy angol nyelvű verziója is, az A Testament to Time című vezetés, valamint a már Edina által is ezeket említettem, ezek mind ugye ott elérhetőek a honlapunkon, a Szépség idézetében remek művek Itáliából vezetés. Ezeknek vagy otthonról, vagy pedig az irodából, vagy a gyerekfoglalkoztatónkból tartjuk meg, ahol jó az internet. A felnőtteknek 60 vagy 75 perceset tartunk, csak annak érdekében, hogy mindenkinek bőven legyen ideje becsatlakozni, de iskolai csoportoknak 45 vagy 90 percben tartjuk ezeket a vezetéseket, és mindegyik délelőtre tudtok foglalni, hogyha felmentek a foglalási felületünkre, akkor látjátok majd, hogy 10.30-at jelöltük meg az egyik időpontként, délelőttönként, de rugalmasan, akár kora délután is várunk titeket, és hozzátok alkalmazkodunk, mert tudjuk, hogy most van, aki tanteremben oktat még, van, aki már otthonról, de a tanórák azok ugye teljesen máshogy szerveződnek ebben a jelenlegi helyzetben. Tehát ma reggel is, holnap reggel például 9.40-től és 10.50-től lesznek vezetéseink, iskolai csoportok számára nagyon szeretnénk veletek együttműködni, és akkor ezt vagy a PPT alapon, vagy pedig az Exhibit Online, ez egy új felület, amit majd megmutatok, azon tartjuk ezeket a vezetéseket, egy ilyen Zoom fiókba lépünk be, de hogyha valaki rettentően idegenkedik a Zoom-tól, és nem tudja használni a linket, pedig tényleg nagyon-nagyon egyszerű, de ha nincs, valamiért nem működik, akkor megnézhetjük közösen, hogy mi az a platform, amiben a csoport kényelmesen érzi magát. És egy egyszerű laptopról igyekszünk azért a lehetőleg ezeket a technikai akadályokat venni, hogy mikrofonnal, akár kamerával javítsuk a minőséget,
és jelenleg, mivel még mi is kezdők vagyunk ezen a téren, ezért mindig két kolléga van egyszerre bent a vezetésben, és az egyik mindig azért felel, hogy ha bármi technikai probléma akad, akkor abban támogatást nyújtson, illetve ő még tudja figyelni a csetet is, és akár válaszol a résztvevő kérdéseire. A műalkotásokról készült reprodukciókat mutatjuk meg a vezetések során, és rengeteg részletet, valamint interjúr fotókat, hiszen az online tárlatvezetések azok egy nagyon kreatív, elképesztő képzelőerőt igénylő tevékenységek, hogy el kell képzelnünk azt az épületet, azt az utat, amit az épületig megteszünk, ahol aztán gyönyörű, de lélegzet elállító tereken lépünk, sétálunk keresztül, aminek egy kicsit az a célja, hogy megilletődöttek legyünk, lenyűgözzön minket, és amiben olyan tárgyak vannak, amik több száz évvel ezelőtt készültek, és valami teljesen más környezetben voltak eredetileg. Úgyhogy ez az online tárlatvezetés, ez mindig egy ilyen közös imaginációs feladat, amiben támogatnak minket olyan vizualizációs, illusztrációs eszközök, amik gyakran a kiállításokban sincsenek jelen, tehát idővonalakkal, térképeket tudjuk időben és térben elhelyezni, mindenféle új anyagokat tudunk egymás mellé tenni, és számos játékot használunk, például a nagyon egyszerű Learning Apps felületről, vagy a saját honlapunkon, ahol kvízek, játékok láthatóak, és ezeket közösen játszunk végig a résztvevőkkel, de a felnőttekkel is, nem csak a gyerekekkel, mert hogy minden ilyen interaktív elem segít megtörni azt a monotonitást, amit mert az követel meg, hogy valaki egy órán keresztül, vagy 45 percen keresztül figyelmesen üljön egy képernyő előtt. Úgyhogy ilyen térképekkel mutatjuk be például a remek művek Itáliából képeknek az eredetét, szemléltetjük idővonalakkal azt, hogy az adott képek a gyűjteményünkből milyen történelmi eseményekkel esnek egybe, vagy például ilyen vizuális intervenciókkal szemléltetjük a festményeknek a kompozícióját, amik ugye a kiállításban nem elérhetőek. Aztán vannak olyan gyönyörű akvarellek, mint ez a Hári Gyula kép, aminek a segítségével például be tudunk azonosítani, míg a több mint 100 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia épületében kiállított festményeket, és ezeket itt az online virtuális térben egymás mellé tudjuk állítani a reprodukciókkal. De az idővonalak is tudnak viszonylag izgalmasan működni, például ennek az idővonalnak a segítségével pillanatok alatt szemléltethető, hogy a magyar nemzetté válás története hogyan fonódik össze a Szépművészeti Múzeumnak az alapítás története, hiszen ugye a millennium alkalmából alapították ezt a múzeumot, vagy például miután megtekintjük a Dürernek ezt a rézmetszetét, és felfedezzük, hogy rendkívül sok állatot látunk ott, amik a akkori horoszkópnak megfelelő temperamentum elméletnek tehát képviselték, akkor közösen kitölthetünk egy olyan személyiségtesztet, ami meglehetősen bolondos, meg komolytalan és játékos, viszont jól szemlélteti a résztvevőkkel, hogy a temperamentum elméletnek mik voltak az alapjai, és hogy nem csak az derül ki a résztvevők számára, hogy ők az akkori rendszer szerint melyik személyiségtípushoz tartoztak, hanem azt is megmutatja, hogy mi jellemezte ezt a négy temperamentumot. És ebben fiatalok és felnőttek egyaránt szívesen vesznek részt. Az, amit mi elkészítettünk online tárlatvezetésként, azt nagyon sok közös munkára építettük, önkéntesekkel és a látogatókkal, akik önként vállalták, hogy kipróbálják ezeket a vezetéseket, és visszajeleznek. Most abban reménykedünk, hogyha ti is jelentkeztek és lefoglaltok időpontokat az iskolai csoportokkal, akkor lesz lehetőségünk ugyanezt a tanulási folyamatot végigcsinálni az iskolákkal is, de már így is hasznosak azok a visszajelzések, amiket kaptunk. Tehát például veszélyes az, hogy sokan érhetik elidegenítőként ezt a felületet,
Tehát fontos az, hogy akár bekapcsoljuk a kameráinkat, a mikrofonjainkat, de az is nagyon sokat számít, hogyha a cselekvésben részt vesznek a résztvevők, mi pedig figyeljük azt, felismertük, hogy a résztvevők szívesen jegyzetelnek, illetve azt, hogy nagyon szeretnék a múzeumi tér illúzióját megélni, erre majd visszatérek, hogy ezzel milyen megoldásokat tudunk kínálni. Úgyhogy ez nagyon erősen befolyásolta a végleges vezetéseket, például abban is, hogy nagyon sok diát mutatunk meg, mert hogy a résztvevők valószínűleg ugyanazokon az eszközökön, amin a tálatvezetéseken vesznek részt, azon ők bizony gyakran filmeket néznek, amiknek ugye elképesztően gyors, változatos képi világa van. Tehát ennek a szellemében mutatunk meg interiőr képeket, így el lehet képzelni, hogy néz ki az adott mű a kiállításban. Nyújtunk áttekintést arról, hogy milyen műalkotások kerülnek sorra még az előadás során, hogy hol helyezkednek el az egyes műalkotások a kiállításban, illetve ugye egy-egy műtárgyat úgy mutatunk meg, ahogy a kiállításban is láthatnák őket gyakran, előad a készítő, a művész nevével, címmel ellátva, és olyan plusz információkkal, amik például a kiállításban nem is láthatóak, és elképesztő részletgazdagsággal tudjuk itt például megnézni Ozorai Pipónak ezt a figuráját. És a végső soron az a célunk, hogy ezekben a részletekben olyan mélységig belenagyítva, amit csak ez a nagyon előre haladott digitalizációs folyamat tehet lehetővé, egy olyan művészeti élményben lehessen része a résztvevőknek, ami gyakran a kiállításban is nehéz lenne, hiszen egy gyerekcsoportnál tudjuk, hogy inkább a fiúk hátul egy 5-6 méterrel a műtárgyaktól egy ilyen falangszot alkotnak, most viszont mindenki elképesztő közelségből és ugyanabból a távolságból tudja megnézni azokat a részleteket, amiket megmutatunk nekik. Úgyhogy amivel szeretném akkor zárni ezt az én szemléltető részemet, az lenne, hogy bepillantást nyújtok a legújabb felületünkbe, aminek a segítségével online tálatvezetéseket tudunk tartani. És akkor már is megosztom a képernyőn. Most több ilyen kiállítás kidolgozásán is dolgozunk. Ez azért fontos számomra, hogy ezt most megmutassam, hogy ti is lássátok, hogy minden visszajelzés számít, és amit tanulunk, azt igyekszünk minél gyorsabban átfordítani a gyakorlatba, és egy technikai fejlesztés útján akár új módokon szemléltetni. Tehát az új Dürer kora online tálatvezetés már egy virtuális kiállításban látogatható, amiben ötvözzük a kiállításról készített nagyon jó minőségű interiőr fotókat, amelyek segítségével a résztvevőknek benyomása lehet arról, hogy milyen lenne a kiállításban sétálni, a kiállítás szövegeivel, a műtárgyakról készült nagyon jó minőségű képekkel, ezekbe ugye bele lehet zoomolni, illetve olyan azokkal a játékokkal, amiket már korábban is említettem, tehát itt például integráltuk ezt a személyiségtesztet, de hogyha tovább lépünk a térben, akkor egy keresztrejtvénnyel találkoznak a résztvevők, aminek a segítségével ezt a rendkívül összetett Melankólia című képet fejtjük meg, és ebben a nézetben, ebben a virtuális kiállításban lehetősége van a résztvevőknek arra is, hogy ilyen panoráma körképekkel, 360 fokos fotókkal maguk elé tudják oda tudják varázsolni ezeket a tereket, csak aztán bírjuk hányingerrel és egy erős gyomorral ezeket a gyorsan változó képeket. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ennyit szeretnék elmondani az online tárlatvezetésekről, hogyha bárkinek kérdése van, akkor azt szívesen fogadom, és akkor átadnám a szót Krisztának, aki pedig a digitális oktatási segédanyagainkat mutatja be.
Igen. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek benneteket, kollégákat itt a virtuális térben, és már is megosztom én is a képernyőmet, visszatérek a weboldalunkra. Remélem, hogy sikerült. Igen. Nem biztos. Megvan, látjuk. Megvan, látjátok. Jó, nagyszerű, köszönöm. Igen. Igen. Jó, tehát abban állapodtunk meg, hogy én pedig megmutatok egy-két olyan tartalmat, ami a weboldalra került, ugye, ahogyan Edina mondta, hogy a tavasszal kezdtünk el ezzel nagyon hangsúlyosan foglalkozni, akkor, amikor mindenki otthon maradt. Tehát azokat a tartalmakat, vagy azok közül szeretnék néhányat megmutatni, amelyek egyéni látogatók számára készültek, ugyanakkor azt gondoljuk, tehát erről meg vagyunk győződve, hogy akár a közoktatásban az iskolai foglalkozások, tanórák, házi feladatok során is hasznát lehet ezeknek venni. Már jártunk itt ma, ugye ezen a felületen, tehát ez is múzeum oldal, vagy része a weboldalnak, és itt fönt van egy szűrő, aminek a segítségével lehet haladni. Minden szentnek maga felé hajlik a keze, én akkor csak arra a kvízre kattintok rá, amit én készítettem, nem fogjuk végigjátszani, csak megmutatom, hogy milyennek az egésznek a menete, és hogy hogyan gondoljuk mi ezt, hogy hogyan lehet ezt használni. Általában ezek a játékok 6-8-10 kérdésből állnak, mindegyikhez tartozik egy kép, egy ahhoz csatlakozó rövid szöveg, majd pedig egy kérdés, amire feleletválasztós megoldással lehet válaszolni. Ez itt szépen megy tovább, és a legvégén pedig értelemszerűen a megoldással találkozhatunk. A számos kvíz található a weboldalon, és ezeknek hasonló a struktúrájuk. Azt gondoljuk, azért mondtam azt, hogy ez valószínűleg beépíthető akár az iskolai foglalkozásokba, akár szakkörökbe, akár specializációkba, amiket a diákokkal tartotok, vagy nem is specializációnak, most nem jut eszembe a megfelelő kifejezés, bocsánat, a középiskolások számára, mert ezek olyan plusz tartalmakat adnak, amiket játékos formában, vagy plusz információkat, amiket játékos formában lehet elsajátítani. A kvízeken kívül a játékok közé tartozik, ez nagyon népszerű volt a Legyél te is műalkotás sorozatunk, amikor is fényképezkedni lehetett, és úgy lehetett, hogy az volt a feladat, hogy a meglévő műtárgyakhoz hasonlítsanak a látogatók. Ennek azért nagyon sok változata létezett szerte a világban. Vannak különbségkereső, részletkereső játékaink is. De a játékokon túl, amire azt gondoljuk még, hogy igen, hasznosak lehetnek, ezek a kiegészítő olvasmányok, amik, itt remélem, nálam még itt kunkorodik, és aztán ezt meg kiveszem, hogy ne legyen olyan sok. Ezek az olvasmányok részben a már megjelent, nyomtatásban megjelent könyveinkből, ahogy látjátok, kedvenc fejezetek is, ugyanakkor olyan interaktív olvasmányok, amik szintén beilleszthetők a tananyagba. Itt például két egyiptomi témájú szöveggel találkozunk, amiket az egyiptológus múzeum pedagógus kollégáink készítettek. Ezek letölthetők PDF formátumban, és úgy lehet használni. A rajzleckék, színezők nyilván magukért beszélnek, és van még itt egy olyan különfül, amit oktatási segédanyagként neveztünk el, és itt van kettő olyan programunk, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon, tehát részben nagyon nagy hagyományban rendelkeznek ezek a levelező pályázatok, másrészt ezek mindig megújulnak, és rendkívül népszerűek a diákok és a pedagógusok körében. Ebben a tanévben a klasszikus ókor kiállításhoz, tehát az antik gyűjtemény, antik osztály dolgozói készítettek egy levelező pályázatot,
illetve az egyiptológus kollégák, ugye látjátok a két különböző tematikájú pályázatot, csoportokban lehetett jelentkezni, és nagyon izgalmas. Tegnap beszéltem épp az antikos osztály, vagy az antikos osztály vezetőjével, és azt mondta, hogy nem győzik olvasni ezeket a diákok által rendkívül szórakoztatóan és nagy odafigyeléssel megírt majdhogy nem esszéket, és az egyiptomi pályázatban is filmforgatást is lehet készíteni. Tehát, hogy nagyon, nagyon izgalmas, nagyon komoly dolgok ezek. Egy új kísérletünk is van, ez pedig az angol nyelvlecke. Az egyik kolléganőnk, aki angol, amellett, hogy múzeumpedagógus végzettsége van, angol nyelvtanár diplomával is rendelkezik, és ő állított össze egy olyan feladatlapot, vagyis nem is egyet, ami a múzeumi művészeti szavakat integrálja a nyelvi mondása is. Egyénileg is megoldható, de tényleg megint csak akár szakkörökben, akár más, tehát akár óra alatti feldolgozásban is lehet ezzel foglalkozni. Verának majd visszaadom a szót, hogyha lesz még erre idő, amit itt mutogatok, a Kapocs nevű programunk bemutatását szeretném, hogyha ő tartaná meg, és itt akkor még látjátok ezeket a rajzleckéket, színezőket, nyilván nem konkrét leckékről van szó, hanem megint csak játékokról, amik akár egy-egy kedves kis párperces óra kitöltő, vagy ilyen időkitöltő feladatok is lehetnek. Kriszti, egy pillanat... Ja, bocsánat, Kriszti, oda mennél a szűrők? Ja, most már visszavettem. Most léptem ki. Ja, mindegy, akkor nem számít. Ott a szűrőknél akartam mondani, hogy csak arra kell odafigyelni ott a felső sorban, hogy ahhoz, hogy rendesen tudjatok szűrni, valamikor mind a kettő vagy három, és nem be van ragadva, hanem ahhoz, hogy csak egyre szűrjetek rá, és már előtte használtátok a szűrőt, akkor azt, amit használtatok, azt ki kell kattintani belőle, mert különben hiába csak egyre szűrtök rá, a végén kettő, három vagy négy lesz belőle, hogyha nem kattingatjátok ki amit már nem akartok használni. Csak ezt akartam ilyen praktikus tanácsként még hozzátenni. Mert én a saját bőrömön jöttem erre rá, nem volt ez nekem sem ennyire egyértelmű. Igen. Úgyhogy voltak éppen ennyit gondoltam mondani, nem tudom, hogy állunk az idővel, hogy a Kapocsra vissza tudunk-e még térni. Attila, elsősorban téged kérdezlek. Szuperül állunk időben. Jó, akkor köszönjük. Valóban folyamatosan várjuk még a kérdéseket. Igen, mondjad. Nem csak azt akartam mondani, hogy akkor visszaadom a szót Verának, de akkor neked adom vissza a szót. Igen, éppen azt akartam mondani, hogy addig, amíg Vera felkészül a lélekbe, azt akartam még hozzátenni, hogy nagyon sokat gondolkoztunk ezeken az online tartalmakon, online vezetéseken. Most elsősorban az online vezetéssel kapcsolatban szeretném azt említeni, hogy én tényleg meggyőződéses híve vagyok annak, hogy kényszerűség szülte azt, hogy most ilyen online felületre tegyük ki magunkat, meg azt, amit mi kínálunk múzeumpedagógusokként. De én nekem van egy olyan érzésem, hogy kiszabadult a szellem a palacból, ezt a szellemet már nem lehet visszarakni a palacba. Tehát, hogy ilyen jellegű kínálatok a múzeumokban valószínű, hogy lesznek. És szerintem, személy szerint, én elgondolkoznék a pedagógusok helyében, hogy felkészítő óraként, vagy levezetésként egy-egy ilyen online múzeumpedagógiai foglalkozást igénybe vegyek, akkor is, hogyha egyébként normál üzemmódban visszaáll az élet a múzeumokban. Csak erre akartam felhívni a figyelmet, mert én ebben azért látok rációt. Tehát nyilván most erre rá vagyunk kényszerítve, de a szellem tényleg kiszabadult a palacból, és én teljesen látom képzelni, hogy egy ilyen részletgazdag, részletekre odafigyelő, csetelő, játékos, bevezető óra, mielőtt eljönnének a pedagógusok a gyerekekkel, diákokkal a tényleges térbe, ez nagyon hasznos lehet, vagy hogyha eljöttek, és még egy csomó kérdés bennük ragadt a gyerekekbe, diákokba, felnőttekbe, akkor egy ilyen levezető óra keretében is lehet erről még beszélni. És akkor most tényleg átadom a szót Verának.
Akkor megmutatom egy pillantás erejéig a kapocs felületet, ami tulajdonképpen ez az összközgyűjteményi együttműködésnek és ennek a sorozatnak is az alapját adja, mert a karanténnal, kijárási tilalommal, múzeumok bezárásával és a digitális térbe való átköltözésünkkel együtt nyilvánvalóvá vált, hogy azok az intézmények, amiknek a jól rímelnek a gyűjteményei, a kiállításai egymásra, de fizikai térben nyilván messze vannak egymástól, azok a virtuális térben tudnak találkozni, és a nyár folyamán nagyon aktívan dolgoztunk azon, a sorozatban, ebben az előadás sorozatban többi résztvevő intézmény társunkkal együtt, a Nemzeti Múzeummal, a Nemzeti Galériával, a Petőfi Irodalmi Múzeummal, a Magyar Nemzeti Levéltárral, az Országos Széchenyi Könyvtárral, és remélem, hogy senkit nem hagyok ki. Azon dolgoztunk, hogy egy olyan témát nézzünk meg több szempontból, és ahhoz adjuk hozzá a saját gyűjteményünknek a megfelelő részeit, ami az iskolai oktatásban nagyon fontos szerepet játszik, aminek viszont így a múzeum, könyvtár és levéltár hármasa közösen dolgozva egy új arcát tudja megmutatni, szóval valami olyan eszközt szeretünk volna a kezdetekbe adni, amivel úgy tudjátok oktatni ezt a témát, hogy az túl megy a megszokott csontok lerágásán, és ezért aztán egy nagyon jól lerágott csontot választottunk, a 48-as forradalom és szabadságharc történetét, és az ezzel összefüggő, aztán nagyon tágra sikerült témát kaptuk, amiben a 19. századi történelem, a magyar történelem jelenik meg végül is részleteiben és az általunk inspirált módokon. Úgyhogy megmutatom ennek azt, hogy hol találjátok ezt a honlapon. A Krisztam által ugye már itt kiemelt felületen találjátok, hogy az online vezetések mellett, amik közösségiek, ott van a digitális múzeum, amiben tartalmak vannak, amiket leginkább ilyen önálló használatra lehet használni, és itt köztük kifejezetten titeket szeretnénk megszólítani az oktatási segédanyagokkal, amiket Krista már megmutatott, és amiben itt van ez a kapocs is. Most erre rákattintottam, remélem, hogy látjátok az újonnan megnyíló oldalt is, ugye? Igen, látom. Szóval, hogyha ezt már a többiek már megmutatták, és már nagyon sokszor láttátok, akkor elnézést kérek, lehet, hogy van, aki még nem látta, úgyhogy csak egy rövid bepillantást szeretnék nyújtani. Mi a nemzetállam témához hoztuk azt a kultúrtörténetet, amit a Hősök tere képvisel, és a millennium alkalmából emelt épületek, ugye a műcsarnok, a Városliget, és természetesen főleg a Szép Művészeti Múzeum, amiben ebben a térben be is tudtok sétálni, és a Hősök teréről először is megérkeztek a Szép Művészeti Múzeum elé, ahol megismerkedhettek azzal, hogy miért és hogyan építették ezt a múzeumot. Itt az épület történetéről általánosságban találhattok tartalmakat, de ide bekötöttük azokat a játékokat is, amiket például Krista említett. Tehát ez ismét egy játékosabb, izgalmasabb felület, ahol összegyűjtjük azokat a részleteket és játékokat, amivel interaktívvá lehet tenni egy órát. De azért igyekeztünk összefoglalni persze azt is, hogy ez hogyan kötődik a nemzetté váláshoz, és például ahhoz, hogy egy közös nemzeti történelem, nemzeti mitológia és tudat, nemzettudat kialakításán fáradoztak itt a nemzetatyák a 19. században. Úgyhogy például van egy ilyen gyönyörű részlet a román csarnoknak, ahol egy oszlop főn a Arany János balladájából is ismert,
Rege a csodaszarvasról pillanatai elevenednek meg, és ebbe a valódi összközgyűjtemény szellemben közösen dolgoztunk a PIM-mel, úgyhogy mi megmutattuk, hogy ez hogyan kerül ez az oszlopfő a román csarnokba, és természetesen a PIM-esek, itt most csak néha majd megállítom, mert sajnos elindul azonnal valami izgalmas hanganyag, ami szuper az egyedül, az önálló felfedezésnél, de egy ilyen előadás közben pont egy kicsit idegesítő. Itt a PIM-esek szolgáltattak olyan szövegeket, amik az irodalmi témának a feldolgozásához járulnak hozzá, és amik segítenek megismerni Arany Jánosnak a munkásságát és ennek a nemzeti mitológia építésnek a mozzanatait, és aztán egy csomó olyan... Teszek annyit, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum, most értjük a PIM-en, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Igen, még nem biztos, hogy mindenki itt volt az eddigieken is, de például, és remélem, hogy ezek is megjelennek, közösen videókat erre a témára rímelő, de kortárs zenei alkotásokat is behoztunk, illetve elérhetővé tettünk egy csomó könyvajánlást a diákok számára, hogy tudják, merre tudnak tájékozódni tovább, és igazából ennek az egész kapocsprojektnek az volt a célja, hogy elérhetővé és láthatóvá tegyünk egy közös felületen olyan rengeteg digitális tartalmat, ami most már elérhető a látogatók és a felhasználók számára, viszont talán mindeddig nem került föl egy olyan kifejezetten tanároknak, kifejezetten diákoknak szóló felületre, ahol könnyen használhatóvá válik. Úgyhogy én viszont erről nem is szeretnék túl sokat mondani, mert hogy lesznek még alkalmak, amikor a kapocsról beszélünk, és azzal próbálunk titeket megkörnyékezni, hogy segítsetek nekünk annak is a fejlesztésében, és kísérletezzetek a használatával. Én nagyon örülnék, hogyha a fennmaradó időt akkor kérdésekre és beszélgetésre tudnánk fordítani. Úgyhogy itt a chatben is, de akár a mikrofonotok és kamerátok bekapcsolásával várjuk a kérdéseket.